A határtalanul elnevezésű program keretében a Zsámboki Bajzalenke általános iskola 7. osztályos tanulói látogattak el az erdélyi Kalotaszent Királyra, ahol az Ady Endre általános iskola látta őket vendégül. Hosszú-hosszú keresgélés után, sok szerencsés véletlen sorozatának köszönhetően 2008-ban akadtunk Kalotaszent Királyra, az ottani Ady Endre általános iskolára, ahol októberben a vezetőséggel együtt összeülve úgy tapasztaltuk, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, és megkötetett a testvériskolai kapcsolat. A Zsámboki iskola pályázatának címe Közös kincsünk a Kárpát-medence, természeti értékeink határon innen és túl. Célja, hogy a tanulók megismerjenek olyan magyarok lakta területeket, melyeknek természeti szépsége egyedülálló, és az ott élők magyarság tudatának őrzése példaértékű. Egy évvel ezelőtt örömmel értesültünk róla, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta a határtalanul 7. osztályosok számára tanulmányi kirándulás szervezése tárgyú pályázatát, és mivel az osztályommal nagyon szeretünk kirándulni, és szívesen vágunk bele új dolgokba, ezért úgy gondoltam, hogy a megfelelő támogatás mellett mi is pályázunk erre, és a Kárpát-medence természeti értékeit szerettük volna feltérképezni a pályázatunk keretében. Fő célunk a pályázattal az volt, hogy a gyerekek Kalotaszent Királyra ellátogathassanak. Az iskolával, az ottani Ady Endre általános iskolával már hosszabb évek óta folyó kapcsolatban vagyunk, és szerettem volna, hogyha minél több gyerek barátokat szerez, ismerkedik, és megismeri ezt a környéket, ami már sok gyerekünknek nyújtott maradandó élményt. És szerettük volna ezt összekapcsolni azzal, hogy kirándulás közben tanuljanak, okosodjanak, megismerkedjenek hegyvidéki tájjal, mert itt az Alföldön nekünk ebben nagyon kevés részünk van, és mindeközben magyar gyerekek kíséretében, ottani magyar pedagógusok útmutatásával nagyon sok információhoz juthattak. Az ottani kollégáinknak köszönhetően, különösen Okosrigó Dénes Kalotaszentkirályi pedagógus munkájának, nagyon tartalmas programban volt részünk, és a gyerekek fáradtak voltak, de amikor hétfőn jöttek iskolába, és megkérdezték a kolléganőim, hogy milyen élményeitek voltak, azt sem tudták, hogy mit meséljenek, mert egyik szóból a másikba vágtak, annyi élmény volt bennük, és annyira sok mindent tudtak mondani. 2002-ben Kalotaszentkirályon már hivatalos tananyaga a környezetvédelem, és azóta tartanak minden év áprilisában földnapi rendezvényeket. Ezen mi már 6. éve rendszeresen részt veszünk. 2003-ban alakult a Szilvánusz Ökológiai Egyesület, akik az iskolával karöltve minden évben földnapi pályázatot írnak ki. Ennek a pályázatnak a nyertesei minden évben, augusztusban, ökotáborban vehetnek részt Magyarókerekén, ami Kalotaszentkirálytól 6 kilométerre található. Az idén is lesz 6 szerencsés gyermek, aki részt vehet ebben az ökotáborban, ahova a szülőkkel fogunk menni, és aktívan részt veszünk majd a tábor programjában. A 7. osztályos tanulók osztályfőnöke mesélt még nekünk a tanulmányi út pontos céljairól, és a színes programokat is részletesen ismertette. Elsődleges célunk Kalotaszentkirály megközelítése volt a testvériskolai kapcsolat miatt, és adott volt a Nagyvárad-Kolozsvár útvonal bejárása mentén található nevezetességek megtekintése. Másik szempontunk az volt, hogy a pályázatunk célja természeti értékek megfigyelése és megfigyeltetése a gyerekekkel, így aztán az első úti célunk az a Révi Zicsi barlang megtekintése volt, ahol a barlangi élővilágot próbáltuk megfigyelni. Azután a második napon a délelőtti program a gyerekekkel közös program volt egy földnapi rendezvényen, illetve egy földnapi vetélkedőn való részvétel, melyet egy faültetéssel koronáztunk meg azon a napon. Délután pedig egy gyalogtúrán vettünk részt, amely szintén a természethez való közelebb jutást segítette elő a mi alföldi gyerekeink számára. Ez nagy élmény volt mindenkinek, mikor a hegyet megmászva megtekinthették a gyönyörű vízesést,
és ott vízvizsgálatot is tudtunk végezni a biológus tanárnőnk segítségével, aki szintén kísérő tanárként velünk tartott. A harmadik napon pedig egy kicsit másabb vizekre eveztünk, a történelem berkeiben kalandoztunk, Mátyás király nyomában jártunk Kolozsváron, és a negyedik napon pedig Ady Endre emlékeit kutattuk Csúcsán, illetve a Kalota partján című versét Kalota Szent Királyon írta éppen, az ő emlékszobáját megtekintettük Kalota Szent Királyon is. Tehát fővonulat az a környezetvédelem, a természetvédelem volt a földnapjához kapcsolódva, illetve az irodalom területén is kalandoztunk egy kicsit. Természetesen a tanulók is beszámoltak az izgalmas tanulmányútról. A legmeghatározóbb élményeikről meséltek. A legnagyobb élmény számomra a második nap délután volt, amikor a havas reketyei vízeséshez mentünk. Nagyon szép volt arrafelé a táj, nagyon magasan voltunk. A túra ilyen 7 kilométer körül volt, de megérte, mert a vízesés nagyon szép volt. Felmentünk a vízesés tetejére is, ahol még hó volt, és lehetett hógolyózni. Megérkeztünk, és összebarátkoztunk a Kalota Szent Király gyerekekkel, és együtt lementünk velük focizni a focipályára. Nevettünk jó sokat, és együtt szurkoltunk egymásnak. Sokat megtudtunk róluk, ők is a mi szokásainkról. Tanítottak nekünk kalotaszegi táncokat, mi is tanítottunk nekik zsámboki táncot. A Bajzalenke általános iskola életében nem ez az első alkalom, hogy a határon túlra látogathattak el. Nagyon büszkénk vagyunk arra, hogy a Gödöllői Tankerületnek azon iskolája vagyunk, akik talán a leghosszabb nemzetközi iskolai együttműködésekre tekinthetnek vissza. Körülbelül 17 éve már, hogy a Tempusz közalapítványhoz legelőször pályáztunk, és azóta iskolánk tanulói eljutottak Európa, hát csak nem valamennyi országába, most csak példaként sorolom, Finnország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Görögország, Olaszország, Málta, Németország, Franciaország, és még Gran Canaria is, meg Spanyolország más településére is, tehát valóban körbejártuk Európát, zsámbokról, a zsámboki általános iskolából már körülbelül 50 gyerek volt, aki külföldön járt, és mi ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Ebben az évben is pályáztunk a Tempusz közalapítványhoz, most már nem Comeniusnak, hanem Erasmus Plusnak hívják. Két pályázatot is beadtunk, és nagyon reméljük azt, hogy sikeresek leszünk, és tovább folytatódik ez a programunk, mert úgy érezzük, hogy egy kis település általános iskolájának és azoknak a gyerekeinek talán nagyobb ajándék nem is lehet, mint azt, hogy a saját szemükkel láthatják a nagyvilágot, és valóban kinyílik nekik a világ, ez nagyon nagy lehetőséget ad. Talán, hogyha ez nem lenne, akkor nem sikerülne nekik ilyen sok helyre eljutni. Úgyhogy mi ezt tudjuk nekik nyújtani pluszban, és hát ígérjük, hogy ezután is fogunk pályázni, és a módunk lesz természetesen a Határtalanúrra is, mert nagyon nagy dolog az, hogy kimennek a gyerekek külföldre, és ott megélik azt, hogy magyarokkal találkoznak. És nagyon köszönjük az EMMI-nek is, hogy erre lehetőséget ad nekünk.